Lányok, szeretettel köszöntelek benneteket egy ilyen szezonnyitó interjún itt az alapozás elején. Volt ugye egy felnőtt válogatott EB, és ennek a kapcsán is választottunk benneteket első beszélgetésre. Tudtok erről mesélni valamit? Milyen volt ez az EB nektek? Miután Nizsből átmentünk Belgrádba, ott ugye konkrétan hát sztárok között érezhettük magunkat, legalábbis nekem nagyon nagy élmény volt az, hogy mikor elmentem a reggelirmére, akkor épp Palau vette mellőlem el a kenyeret. Szóval én a belgrádi részt azt ilyen szempontból nagyon élveztem, meg azt is, hogy ott ki tudtunk menni végre a városba, mert Nizsben azért nem nagyon volt lehetőségünk így elmászkálni. És milyen volt sztárokkal találkozni? Nekem semmilyen, de Bettinek a veszélyünk. Én reggeliztem. Jó, én nem jártam ilyen reggelizni. Nem jártam reggelizni. A parketten? Hát ugye én sok mérkőzésen nem játszottam, de az biztos, hogy a belgák ellen azért egy messzeman ellen nem volt rossz, meg nyilván az egész belga csapat ellen játszani, mert nem csak messzeman van ott, aki profi a csapatban. Úgyhogy én örültem volna, hogyha egy picit más csapatok ellen is pályára léphetek, és mondjuk más játékosok ellen is megnézhetem, hogy mondjuk tudok-e rajta védekezni, vagy bármi más. Ugye az első két meccseteket megnyertétek. Most már így jó párat aludva erre, ennek fényében mekkora siker az a 7.-8. hely? Vagy milyen eredmény? Nyilván egy nagyon nagy sikernek van számon tartva, hiszen nem erre számítottunk, tehát hogyha elénk rakják azt a bizonyos papírt, hogy mi 7.-ek vagy 8.-ok leszünk, akkor nem írtuk volna alá, de ettől függetlenül úgy mentünk ki az EB-re, hogy nagy célokkal, tehát mindenki az első három helyet célozta meg, de minimum egy olimpiai selejtezőt, és igazából nyilván minél magasabbra tesszük a lécet, annál tovább tudunk valószínűleg jutni. Úgyhogy ez a 7.-8. hely szerintem teljesen jó, hiszen évek óta nem volt ilyen jó eredmény. Elkezdődött a héten a felkészülésetek. Ezért látni új csapattársakat, meg látni sok régit is. Mennyit jelent az, hogy a csapat magja együtt maradt? Szerintem nagyon sokat számít az, hogy a csapat magja megmaradt, és hogy kibővült a csapat fiatal játékosokkal, mert ahogy láthattuk az Európa-bajnokságon is, és a VB-n is nagyon jól szerepeltek nyilván a csapat, de a csatás játékosok is, úgy gondolom, hogy szép eredményeket zártak. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a külföldiek, akik csatlakoznak majd hozzánk, akkor egy még jobban látni fogjuk, hogy azért ez egy jó csapat lesz. Hátrányt jelent az, hogy egyelőre csak 3 légióssal tervezünk? Nem gondolnám, hogy hátrányt jelent, sőt én kifejezetten örülök neki. Szerintem egy fiatal csapatnál, ahol ugye sok ráadásul a saját nevelésű játékos, pontosan ez lenne fontos, hogy megtartsuk ezt az egészet, és az ő fejlődésüket tartsuk a szemünk előtt, és szerintem 3 külföldi pontosan meg tudja adni azt a segítséget, hogy mellette ezek a játékosok fejlődni is tudjanak. 4 az már szinte majdnem egy kezdőtös tesz ki, szóval tulajdonképpen elvehetné a helyet a fiatalok elől, de így úgymond rá vagyunk készülve. És milyen gyakorlatokat végeztek az első napokban? Hát ugye minden alapozás nyilván a futással kell kezdeni, de szerencsére idén nincsenek olyan nagyon erős futóedzések, inkább rámentünk az intervallokra, meg inkább mentálisan felfrissítjük magunkat a reggeli órákban, illetve nyilván labdázunk és erősítünk az erőt. Visszaszokjunk a menetben, meg hát ugye mivel még alapozás van, ezért tulajdonképpen csinálhatunk bármit egyelőre, elfáradhatunk. Mennyire figyelitek a riválisokat, hogy hogyan erősítettek, milyen játékos mozgás volt, milyen csapatok lesznek, ti mire számítotok? Szerintem, aki belecsöppen ebbe a kosárlabda világba, vagy hogy így az NB1 körül, azért mindig követi az ellenfelet, hogy ki ment el a csapatból, ki érkezett. Nyilván
mi is, legalábbis szerintem mi is folyamat nézzük azt, hogy ki hogy erősít, mondjuk most megnézzük a TF-et, hogy azért ők is három légióssal indulnak el, szóval szerintem eléggé erős mezőny lesz idén is. Én nagy körbeveréseket várok, viszont nagyon remélem, hogy, hogy mi tudjuk hozni majd azt a játékot és azt a sebességet, hogy megmutassuk azt, hogy nem hiába vagyunk fönn most már második éve. Köszönöm szépen az interjút, lányok!